Bemutatom Mészáros Judit pszichoanalitikust, a Ferenczi Sándor Egyesület elnökét, aki most a névadónkról fog beszélni, és bemutat egy filmet, amely Ferenczi Sándor életéről, és egy kicsit az utóéletéről is szól, amely szintén témája lesz ennek az estének a kultuszápolás jegyében. Jó estét kívánok mindenkinek, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk dacára a hóesésnek. Többen mondták, hogy csúszik és esik, és mindjárt karácsony is van. Természetesen nem apropó, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Természetesen nem apropó nélküli, hogy ez a film éppen ma este kerül bemutatásra. És az apropóját az adja, hogy jövőre, éppen 2008 elején, február 2-án lesz Freud Ferenczi első találkozásának 100. évfordulója. És ez a találkozás természetesen nagyon sokat jelentett a 20. század kultúrájának, 20. század forradalmi eszméibe beleilleszkedik a pszichoanalízis. Ignotus szavaival Einsteinhez hasonlította a pszichoanalitikus gondolatok megjelenését, amely szerint onnantól kezdve másképp néztek az emberre, és egyfajta új embernézet alakult ki. Az különösen érdekes, hogy hogyan szövődött Ferenczi Freud kapcsolata, amiről ma már hál' Istennek elég sokat lehet olvasni, és megjelent a levelezés kötetük is, éppen Magyarországon utoljára, angolul, németül, franciául, de ez is nagyon üdvözlendő, hogy megvan 6 kötetben. De nem csak ez az érdekes, hanem az különösképpen, hogy ez a két nagy formátumú férfi tényleg hogyan alakította nem csak az emberről való gondolkodásmódot, hanem a pszichoterápiát is. Hogyan lehet ma már másképp közeledni olyan korábban megfoghatatlan betegségek, jelenségek, tünetek átformálásához, amelyre korábban nem volt mód. Én nem nagyon sokat mondanék a film előtt erről az egész jelenségről, mégpedig azért, mert talán nem rosszul gondolom, hogy a film egy kicsit önmagáért is beszél. Viszont mondanék egy, és utána nagyon szeretnék egy pár beszédet kialakítani így közöttünk. Tehát én nem készültem még a film után egy előadásra, hanem inkább egy beszélgetésre. Viszont egy pár gondolatot mondanék, ami ennek a filmnek a létrejöttét, hát létrejöttet történetéhez kapcsolódik, és ahhoz a mai címhez, ami szerepel a programban, aminek én nagyon örülök, és meg kell, hogy mondjam, hogy ezt a címet valahogy Annának köszönhetem. Ugyanis az ő ötlete volt, hogy beleszövi ezt a hogyan lett egy enfant terrible halála után századfordító magyar. És mind a kettő nagyon fontos. A századfordító magyar az utal a film keletkezés történetére, amiről majd mindjárt mondanék egy pár mondatot, és az enfant terrible pedig Ferenczi saját kifejezése saját magáról, halála előtt 2 évvel 1931-ben, amikor Bécsben Freud 75. születésnapja alkalmából tartott egy előadást. Ugye az a kérdés, hogy ő miért használja saját magára ezt a kifejezést, amit nem ő adott, hanem egy kollégája, és én kikerestem azt az idézetet, ezt elmondanám a film előtt, mert nagyon barátságos, és ekképpen szól. Elég általánosan úgy ismernek, mint valami nyugtalan szellemet, vagy ahogy a legutóbb Oxfordban mondta valaki, mint a pszichoanalízis enfant terrible-jét.
Sok technikai vagy elméleti javaslatomat egy tekintélyes többség fantasztikusnak, túl eredetinek találta. Azt sem állíthatom, hogy maga Freud egyetért mindazzal, amit közé teszek. Nem tett lakatot a szájára, mikor a véleményére voltam kíváncsi. De mindjárt hozzátette, hogy a jövő némely tekintetben nekem adhat igazat, ezt ma valóban alátámaszthatjuk. És hogy sem rám, sem ő rá nem volna előnyös a módszer és elmélet különbözőségei miatt a közös munkát megszakítani, hiszen a pszichoanalízis alaptételeiben teljesen egyetértünk. Na most valamit a filmhez, hogy született meg ez a film. Tulajdonképpen nagyon romantikus körülmények között, ha szabad ezt a kifejezést használnom, egy konferencia szervezés utolsó fázisára, amikor itt azt gondolom, hogy a teremben ülők valamennyien tudják, hogy az a rém. Tehát egy héttel egy nemzetközi konferencia előtt az ember már csak túl szeretne rajta lenni. És ez a konferencia 2001-ben volt a Ferenci Egyesület szervezésében Elvesz egy gyermekkor címmel a trauma elméletek körbejárásával. És ebben az utolsó periódusban csöngött a telefon, és fölhívott engem egy hölgy, aki azt mondta, hogy itt az idő most vagy soha, mert lehetőség lenne Ferenciről egy film elkészítésére, de azért most vagy soha, mert ez lenne az utolsó film a századfordító magyarok sorozatban, ugyanis elfogyott a pénz. Már erre sem volt sok, de most aztán innentől kezdve nincs. Hát én első rémületemben őszintén azt mondtam, hogy ez lehetetlenség. Szóval, hogy nem lehet. Mondta, hogy van rá 2 hét. Mondtam, hogy nekem 1 percem sincs. De valahogy ilyenkor nem tudom, mi történik az emberben. Megszólal valami kis csengettyű, és azt gondoltam, hogy hát adjunk esélyt ennek a lehetőségnek, mégpedig azért, mert egészen különleges módon ezen a konferencián olyan emberek vettek részt, akik maguk ferenci szakértők szerte a világból, például André Hajnal, Judith Dupont, ma már nincs közöttünk Paul Rosen, Vida Judit, Carlo Bonomi. Tehát azt lehet mondani, hogy Európából és Amerikából. És tudják, amikor egy ilyen gondolat beúszik, akkor azt mondtam, hogy jó, hát egy esély van, hogy a konferencián fölveszünk interjúkat. Én talán abban tudok segíteni, hogy kitől mit kell kérdezni, de hát másban nem nagyon, és aztán konferencia után összetesszük a filmet. No, hát így is történt, nagy szerencsénkre, és én nagy elismeréssel és komoly hálával tartozom Szendi Editnek, a film rendezőjének, aki különleges módon fölkészült az interjúkra 5 nap alatt, és különleges módon elolvasott mindent, amit ugye a kezébe nyomtam, hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt jó lenne, hogyha elolvasná, és tényleg el is olvasta. És azért is én tulajdonképpen, hát hogy is mondjam, azóta is úgy gondolok a közös munkánkra, mint ami egyszer történik az ember életében, mert ezt követően volt egy hetünk, amikor éjszakánként hoztuk össze a film maradványait, mert már akkor is a tévészékháza felszámolás alatt volt, mert nem volt hely, és ennek ellenére ebből a heroikus, romantikus, ám de mindenki egy irányba mutató szándékának a következtében azt gondolom, hogy egy nagyon jó minőségű film született, és ezt igazolja a film utóélete. Azóta elkészült egy angol fordítás is, több konferencián
nagyon sok kolléga látta, és most Párizsban a Magyar Intézetben mutatták be éppen december 6-án, ahol egy Ferenci est keretében ez a film is hát megfogta a párizsi közönséget. A filmhez egy pár szemléleti gondolatot hát felkínálnék. Tulajdonképpen interjúfilm, korabeli filmrészletek bejátszásával Bécsből, Magyarországról. Nem csak a pszichoanalízisről szól, hanem egy kultúrtörténetről is. Arról is, hogy hogyan ágyazódott be a pszichoanalízis éppen Magyarországon az irodalom, a művészetek területére, és hogyan alakult ki egy párbeszéd a pszichoanalízis és a különböző disziplinák között. Ez először történt meg Európában, éppen Budapesten. Úgyhogy nem is véletlen, hogy 1918-ban Freud Ábrahámnak írott levelében azt mondta, azt írta, hogy Budapest lesz az európai pszichoanalízis központja. Hogy ez nem történt, az egy másik előadás lenne, de hát hogyha beszélgettünk és erre érdeklődés van, akkor ezt a szempontot is föl lehet vetni. Azon kívül megjelennek a filmben azok a gondolatok, amelyek Ferencit tényleg korszakos személyiségévé tették a pszichoanalízis történetének, nem csak itthon, hanem egyáltalán a pszichoanalitikus mozgalomban és a modern pszichoterápiák szemléletének kialakításában. Én most csak egészen két apró jelenségre hívnám föl a figyelmüket. Egyrészt Ferenci től származik a kapcsolati analízis gondolata. Tehát a pszichoanalízis munka az nem egy intellektuális tevékenység, hanem két ember érzelmi kapcsolatának a függvényében alakul ki. Értsük ez alatt a terapeutát és a paciens. Tehát egy együttmunkálkodás folyik, egy együttgondolkodás, egy kreatív egymásra hatás. Természetesen a szakma szabályainak mentén. A másik, ami Ferenci munkásságából mind a mai napig jelentős, hogy valójában egy kulcsot adott a modern traumaelméletekhez. Erről is beszélhetünk, hogy hogyan tért el ő a freudi eredeti traumaelmélettől, hogy ez a két ember miért neheztelt egymásra, már ebből a pici szövegből is lehet érzékelni kapcsolatok vége fele, amikor is Ferenci meghalt, Freud szakított vele ugyanis egy ponton, legalábbis érzelmileg biztosan. És ma a Ferenci féle traumaelméleti megközelítésnek köszönhetően egy új terápiás eszköz került a birtokunkba, ami nem csak hatékony, hanem valójában tanítható is, tehát valamennyiünk képes arra, hogy bizonyos traumatikus helyzeteket jobban elviseljen ezután, mint korábban. No, hát én most csak ennyit mondanék így a film előtt, és akkor a film után újra lehetőség nyílik arra, hogy beszélgessünk egymással, illetve akkor tényleg beszélgessünk egymással.